A kronométer.hu bemutatja. Sziasztok! Hoztak Europe, in Horgenta, München. Hát kezdjük ezzel a dobozzal, mert nekem egyébként ez ugye, a doboznyitogató karrieremnek abszolút egy érzékeny pontja, ez a doboz. Ami elméletileg kapható lesz majd, külön is, ha minden igaz. Órák nélkül, mármint hogyha már van órád, akkor beleteheted. 21 órát képes tárolni úgy, hogy a szíjakat ide rágyógyíthatod a tetejére, és alatta pedig itt vannak a fantasztikus Vostok Europe-jait, meg az összes többi órád, amit csak akarsz. És ezt feltételezem lehet dobálni, haigálni. Mindent lehet, ezzel mindent is lehet. Ez, igen, döbbenetesen király. Nekem nagyon-nagyon tetszik, tuti vízálló, meg minden, sőt, ahogy így elnézem. Úgyhogy, ja, és mennyi lesz kb. A doboz? 300 euró körül. Na, tehát 100 000 forint, és 21 órát tárolása. Az, hát, atom biztos módon megvan oldva. Mielőtt becsípik a kezemet és le is vágja, mert annyira durva. Te szereted a színeket. Én szeretem. Akkor... Szeretem a színeket, de most ez jobban tetszik. Aj már! Szóval, az egyik legérdekesebb, az nem az, ami a kezünkben van, hanem az, ami majd jön karácsony körül. Ugyanis megállapodott a Vostok Europe, a Nautilus Alumni Association-nál, ahol veterán tengerészek vannak, arról, hogy az SSN 571 nevű tenger alattjáró amerikai atomtenger alattjáró felhasználják, ihletnek egy készülő órához, ami egészen nagyon érdekesen néz ki szerintem. Passzol teljesen a Vostoknak az eddigi képébe. Igen. Nagyon jól néz ki az, hogy a hajó csavarról mintázták a tokfülek csavarját. Csak az átsátok, hogy mi így nézegetjük, szóval, hogy így vannak ezek. És tök érdekes, hogy amikor eljön egy ilyen cég egy ilyen izére, akkor így hozzák el egy kinyomtatva, egy kis 3D render, meg ilyenek, de már lehet rá gerjedni. Mert múlt héten írták alá a szerződést, így van, hogy felhasználhatják. A TOG profil például az a tenger alatt járó atomreaktoráról lett mintázva, de ez is megint csak egy jó történet. A műszerek azok a műszerfali műszerekről, lettek a mutatók. Nekem az indexek a kedvencem, amikor olyanok, mintha egy ilyen periszkóp lenne, tehát hogy így kiállnak gyakorlatilag, van nem a vízből, de az indexekből, a kis tritium csövecskék. Függőlegesen. Igen. Mikor lesz függőleges dolgot kiállni egy számlapból? Szinte soha. Szóval ez is egy egészen jó ötlet. A másik, ami szintén tenger alatt járó sikletés, az az Anchar. Ami ez viszont már egy kézzelfogható óra, mert itt van. És ez egy létező valami volt, egy létező kollekció volt, csak ugye mivel 3000 darabra limitált minden típusú Vostok, elfogyott a 3000 darab, viszont akkora kereslet volt, hogy úgy döntöttek, hogy frissítik a kollekciót. Fáklyás felvonulás volt Vilniusban, amikor elfogyott az utolsó is a 3000-ből, és akkor azt mondták, hogy na jól van, oké, akkor lesz még néhány. Nyilván nem ugyanaz az órát adják ki még egyszer, ugyanúgy kinézve, mert ez gennyelság lenne. Hanem egy új generáció hanem, igen, de ugyanúgy az Anchart tenger alatt járónak a megemlékezésére, amiben az a legdurább, hogy mennyi 82,8-al ment. A víz alatt 82-vel ment a tenger alatt járó. Az brutál. Ha már mentetek vízen gyorsan, akkor tudjátok, hogy elég. Hogy az nagyon durva. De ez direkt azért lett fejleszve, hogy egy szuper gyors tenger alatt járójuk legyen. Ami még érdekes, kettő bronz verzióban készül, 3-4 acél verzióban, és készül egy fekete PVD. Az árazása az hasonló lesz, mint az eddigi modelleknek, tehát ez a nagy rész 200 000 forint alatt. Mióta, ha jól emlékszem, 6S21-es szerkezet van benne, ami a legnagyobb, tehát ez direkt azért csinálja, mióta, hogy a nagy órákban normális legyen a számlap elrendezés. Mennyire durva. És tényleg, és látszik, mert ugye, ha megnézed, akkor látszik, jó, hogy a segédszámlapok, meg a dátum is kint van egy ilyen hatalmas órában is. Elkem ez a fekete jön be a B-színű indexekkel, amúgy azt kell, hogy mondjam. Nézd, nem lehet meg a kovarac, mert így megy vissza. És meg a kovaracnak izélnek. Azt meg vissza csak. Jumpernek kell lennie. Aha, igaz. Jó, ezek azok, amik kézzelfogható modellek. Érdekes, mert ha megnézzük, hogy egyébként a többi márka azért több újdonságot hozott, Orient, Poljot, Alexander Sorokov. Itt most egy kicsit nagyobb csend van a Vostok Europe-nál, de ez nem jelenti azt, hogy évközben nem fog történni ezer minden más. Évközben fog történni a lényeg, ugye, mert karácsony előttre várják ugye az SSN 571-et, ez már van. Nagyon érdekes, hogy a Lunokhodhoz elkészül. Nézd már, ez egy Perpetual Calendar 24 Acrono Alarm Lunokhod. Ez az első óra, amihez valószínűleg fegyvertartási engedély fog kelleni. Ez biztos, hogy fog kelleni. Elkészült hozzá a FAMC, ez még csak egy prototípus, de ez szerintem ez egy ilyen 40 deka ez az óra most. Pont ezt akartam, ez ha nincs 400 gramm, akkor egy se. Ez tuti, még szerintem még több is. A szíj az egyszerűen annyira masszív, és azt most elmondták nekünk, hogy... Felvetem? Fel, persze. Hogy a tavaly is volt már az Energiának
volt egy fém CS változata, ami ultra drága volt a többi Vostokhoz képest, és mégis egy nagyon nagy bestseller lett belőle. Hát na na! Mert nagyon rákattantak a Vostok vásárlók a Vostok fém C-re. Ez nagyon beteg, ez tényleg nagyon durván beteg ez az óra. És az az érdekes, hogy ugye a fültávolság az meg lehet mondjuk 52 milli, tehát hogy néznek, hogy ugye a véganyabb csuklón is gyakorlatilag nem ér le a végig. Szóval aki szereti hatalmas buflák idevele órákat, annak ez abszolút Joker tényleg. És egyébként meg kevés olyan gyártó van, aki ilyen nagy órákat csinál. Régen volt a Police, az U-Boat. Az U-Boat még van. Az U-Boat, hát, tudom, igen, csak hogy úgy értem, hogy nincsen annyira a térképen szerintem. Tehát, hogy úgy sztorira, minőségre, egyszerűen szerintem a Vostok Europe az ilyen nagy buflák órák abszolút királya, ez így a 300 ezer alatt. Abszolút. 250 ezer alatt. Mondjuk ez a fémszíjon biztos, hogy több lesz, mert ez brutál ez a fémszí. Igen, ez lényegesen drágább volt, mert ennek a fémszínnek az előállítási költsége is nagyon kemény. Tehát, ha még jó. Ilyen iparági pletykákat hallottam, hogy az előállítási költsége az 50-60 ezer forint körül van. Akkor van meló vele. Ezt nem most mondták, ezt korábban hallottam, még az előzőnél. Buvár hosszabbítós, igaz, hogy így is föl lehet venni, tehát egy konkrét kiseketek kapcsolni az ilyen beteg, nem? Ami még lesz helyez jövőre, bronz? Az bronz, azt mondom, kétféle bronz is lesz, vagy igen. Nagyon csinos. Egy fekete, meg egy más színű. A más színű itt van bent, nem merem megtippelni, hogy milyen színű. Nem fekete. Úgyhogy, most, hogy ezeket is tudjuk, és ketten belemászkáltak egy tök egyértelműen felállított statívba, és két beszélgető emberbe. Ja, hát ez nem. Szerintem az emberek úgy jönnek vele, hogy a videós tartalmak azok úgy, csak úgy elkészítik magukat. Igen. Ez így ennyi. Na mindegy, és GAZ 14-es limuzinnak is lesz egy csomó új változata idén. Az egy picit letisztultabb, tehát igen. A GAZ 14 az valamivel ennél letisztultabb. Ott ilyen picit ilyen gömbölyített vonalak vannak, egy picit, az egy elegáns óra a Vostok. A Vostok módján az egy elegáns óra. Biztos van itt olyan, vagy ott módján, valahol. De a Vostok nincs. Nincs? Nincs, de van itt kép róla. Akkor ott lesz. Na igen, ezek az egyéb ancsarok. Na, tessék. Igen, tudom, hogy láttam. A fehér kék az jöhet. De egy csomó új verzió lesz belőle. Lesz kék arany, fekete ezüst, szürke, fekete, panda, szürke, arany, kék, stopperes. Igen, úgyhogy sok újdonság lesz, nem csak azok, amiket most itt megmutattunk. Csak nincsenek itt. Legalább évközben is lesz, mivel forgassunk. Hűben. Köszönjük, hogy néztétek, találkozunk legközelebb. Így van. Sziasztok!